Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése, hogy mi történik, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál gyertya mágiával. Most az arany színű gyertyát választottam, és ez az arany szín összefüggésben áll a nap energiájával. És ahogy a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, segít ez a gyertya mágia abban, hogy találkozzatok, hogy ő lásson téged, és hogy meglegyen arra a lehetőség, hogy tisztázzatok egymással valamit. A videó végén átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, és ebben a pillanatban lesz egy szó, lesz egy fogalom, ami úgy eszedbe jut, és ennek a szónak van egy jelentősége számodra. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak, mit közölnek a kártyák. Ez a fa jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a lakhely, ez lehet a munka, a hivatás, vagy lehet a párkapcsolatotok is. A fa jelenti a türelmet is, mert egy fának is időre van szüksége ahhoz, hogy növekedjen és gyümölcsözzön. Amit ez a fa még jelent a természeten kívül, a gyógyító erőt. Lehet, hogy ez a férfi ezen a területen dolgozik, gyógyász vagy orvos, és akkor utal ez a kártya az ő munkahelyére. De az is lehet, hogy ő nem érzi jól magát, vagy valaki beteg a családban, kell, szüksége van most erre a gyógyító erőre. A következő kártya mutatja azt, hogy ki vagy mi befolyásolja őt. Itt látható ez a virágcsokor, ez lehet az ő lánya például. Amit ez a virágcsokor még jelenthet, a kerti munka, hogy valaki segít neki ebben. Amit ez a kép még jelenthet, egy kellemes meglepetés, egy ajándék, vagy egy meghívás, és valaki így közeledik hozzá. A következő kép megadja a választ arra, amilyen kérdést mi feltettünk, az ő következő lépése. És itt látható a nap hasonlóan, mint a gyertya mágiának az energiája. A nap láthatóvá tesz valamit, vagy valakit, és ez azt jelenti, hogy ő látni akar téged. Azon kívül itt megvan a kisugárzás, megvan a vonzalom kettőtök között, sőt, kimondja az igazságot, és megbízhatsz benne. Ami még fontos ennél a kártyánál, hogy megvan arra a lehetőségetek, hogy tisztázzatok egymással valamit. A következő két kártya rád utal, hogy viszonyulj hozzá. Itt látható a mozgás, hogy te szeretnéd azt, ha lennének változások, ha előre mennének az események. Ez a kártya jelenthet sportot, autót, kiruccanást, mindazt, ami mozog. És ez a te elképzelésed, vagy megvannak az elvárásaid, hogy ő közeledjen hozzád, és itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között. A gyűrű jelentheti azt is, hogy ő visszatér hozzád. Amennyiben itt autóról van szó ennél a mozgásnál, akkor a gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket is.
És én most átküldöm az arany színű gyertya energiáját, hogy valami tisztuljon köztetek, és hogy lássátok egymást. Amelyik szó most eszedbe jutott, annak van most egy jelentősége, és ezt leírhatod a kommentárba. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!